Szabolcs-Szatmár Bereg megyét az elmúlt néhány évtizedben még az ország bölcsőjének nevezték. Ez volt az a régiója az országnak, ahol a legtöbb gyermek született. Bár ebben a tekintetben még mindig nem áll rosszul a megye, az Eurostat legfrissebb demográfiai elemzése két másik negatív tényezőre is rámutat. Ez a táblázat azt mutatja, hogy hogyan változhat az ország megyéinek népessége a következő évtizedekben. Eszerint Szabolcs-Szatmár Bereg megyében lehet a legjelentősebb a népesség csökkenés, a magas halálozás és az elvándorlás miatt. Közel 82 ezerrel lehet alacsonyabb a lakosság szám 2050-re. Ezt a kedvezőtlen tendenciát a házasság kötések számának emelkedése mérsékelheti. A demográfia az hosszú távon vizsgálja az adatokat, és hát ugye ez az év, ami a járványról szólt, ez most eléggé összekevert olyan korábbi tendenciákat, ami most egy kicsit nehezen értelmezhető. De ami kedvező a demográfia oldaláról, hogy nőtt a házasságkötések aránya. Ez azért fontos, mert 100 házasságkötésből több gyermek születik, mint 100 élettársi kapcsolatból. Valahogy a házasságot biztonságosabbnak ítélik meg a felek. Tehát ha csak a házasságkötési arányokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ez a tendencia, ha nem is visszafordul, de lecsökken, már ami a születések számát mutatja. A népesség csökkenés európai tendencia. Mindössze 5 államban, Svédországban, Norvégiában, Írországban, Izlandon és Máltán várható, hogy emelkedik a lakosságszám. Őket jelöli a térkép citrom, illetve narancssárgával. A magyar kormány elsődlegesen a gyermekvállalási kedvet szeretné erősíteni. Az elmúlt években itt több olyan támogatást és kedvezményt bevezetett, ami a nagycsaládosokat segíti. Azok az intézkedések, amelyek az elmúlt években a családbarát, úgynevezett családbarát intézkedések voltak, ezeknek még rövid távon nagyon nehéz mérni a hatását. Körülbelül 5-10 éven belül vélelmezhetően itt már valamilyen növekmény. Bízunk benne, hogy kimutatható. Magyarországon 1980 óta folyamatosan csökken a születések aránya. Az előrejelzések szerint ezt a folyamatot megfordítani nem csak mérsékelni lehet. A demográfiai előrejelzések szerint ahhoz, hogy ne tűnjön el a magyarok tizede a következő 30 évben, a lakosság általános egészségi állapotának is jelentősen javulnia kell.